A méz folyamatos drágulásával szembesülünk évről évre, amit hol az enyhe, hol pedig a hosszú hideg téllel próbálnak magyarázni a kereskedők. Általában a termelőktől a méz nagybani felvásárlási ára alacsony. A tartós kemény fagyok pedig nem befolyásolják a méhek telelését, mert a méhész, ha kellően törődik a méheivel, illetve a kaptárral, akkor ott hiba nem lehet. Lehet viszont a bevásárlóközpontokban megjelenő olcsó mézzel, amit gyakran kevernek ázsiai vagy dél-amerikai hamisított mézbehozatallal. A tavaszi fagyok okozhatnak kárt a fák virágzásakor, de minden más hideggel kapcsolatos érvelés a méz árával összefüggésben kereskedői manipuláció, mondják a méhészek. Egyrészt nagyon jó a hideg és kemény tél, tehát a méhek szempontjából, ugyanúgy, mint az emberek szempontjából is, kifadnak a vírusok, kifadnak a baktériumok tulajdonképpen, tehát egyrészt jó. A méhekre, ami nem jó, az a nagyon hosszú tél, ez azt jelenti, hogy például, hogyha meghaladja a 3 hónapot, vagy akár a 4-5-öt is, anélkül, hogy ki tudnának jönni tisztítkozni, tehát egy ilyen úgynevezett tisztító kirepülésre. Azonban novemberben voltak kint a méhek, november utolsó harmadában tulajdonképpen, úgyhogy február végéig nem kellett volna, hogy gond legyen azokon a méhésztelepeken, ahol szakszerűen be voltak telelve a méhek. A méhek áttelelésének kulcsa a szakszerű őszi kullancs, vagy más néven az atka elleni védekezés. A szokásos tavaszi állományellenőrzés április végén zárul le, ám az előzetes eredmények alapján nincs ok az aggodalomra. Az eddigi tapasztalatunk olyan, hogy körülbelül olyan 10-15%-a szokott a méhcsaládoknak elpusztulni a tél idején, és ez nem éppen az időjárásnak kell tulajdonítani. Ha valahol nagyobb méhpusztulásról lehet hallani, annak minden valószínűség szerint a szakképzetlen és hanyag méhész az oka. Szlovákiában egyelőre nem feltétele a méhészkedésnek a szakképesítés. Holott a kockázat óriási, hiszen a méhész tudatlansága, vagy éppen gondatlansága miatt az atkával vagy a költésrothadással fertőzött állomány megfertőzheti a néhány kilométerrel arrébb lévő méhész állatait is. A tél előtt muszáj volt feletetni a méheket, hogy kibírjak a telet. Hál' Istennek, hogy gyenge tél volt, ezáltal a méhek is mind az összes, ahogy be volt televe, ugyanúgy túlélte. Az összes családom kitelelt szépen, erős családjaim lettek. Remélem, nagyon jó szezonnak nézünk elébe. Az időjárástól nagyon-nagyon sok fog függni, meg persze természetesen a mezőgazdasági tevékenységtől, ami nagyon is befolyásolja a méhek szaporodását, ugyanis nagyon sok vegyi anyagot használ, ami a méheknek nem használ. A mézhozam nagysága az erős és egészséges családok mellett az időjárás kegyeitől függ a leginkább. Ám ha lesz is hozam, a hazai ágazatot ellehetetleníti a külföldről behozott olcsó, minősíthetetlen méz, ami sokszor még méznek sem nevezhető, magyarázza Majoros Jácint, harmadgenerációs méhész. A gond az, hogy ugye ezek nem méhek által termelt mézek. Tehát akár Kínából, akár Dél-Amerikából ide szállított, tehát az unió területére behozott importált mézek javarésze egy melléktermék, különféle édesítőanyagok, aromák, színezőanyagok és persze víz hozzáadásával készülnek, tehát semmi köze a természet és a természetben méhek által megtalálható mézzel. Az áruházláncok polcain 3-4 euróért is lehet már mézet találni, amíg a kistermelők átlagban 8 euróért kínálják mézük kilóját. Ám még így is a fele olyan olcsón kénytelenek mérni, mint az Európai Unió nyugati országaiban. Ebből az is következik, hogy Nyugat-Európában a méhésznek jó megélhetést biztosít az ágazat. Szlovákiában viszont nehéz a méhészetet főállásban folytatni, főleg, hogy kiszámíthatatlan az ágazat támogatása. Amíg a helyzet nem lesz jobb, addig a méhészek egyre idősödő társadalma csak egyet tanácsolhat. Úgy, ahogy minden embernek van egy házi orvosa, ugyanúgy javasolna minden ember, aki vásárolja mézet, legyen egy házi méhésze, akitől biztosan tudja, milyen mézet vásárol.
Thank you.